Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai évzáró alkalmunkon. Ilyenkor mindig egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy mit is jelent számunkra az idő, és amikor egyszer túl gyorsan telnek a pillanatok, máskor pedig túl lassan, akkor úgy gondolom, hogy egy kicsit érdemes átgondolni azt, hogy mit is kaptunk mi Istentől az idő által. Honnan jön az idő ajándéka, hogyan osztotta fel Isten a mi időnket, és hát a Biblia arról is beszél, hogy egyszer vége lesz az időnek. Erről is szeretnék egy pár gondolatot megosztani majd mindenkivel. Menjünk vissza a kezdetekhez. Mi is történt kezdetben, vagy mi volt a kezdetek előtt? A Biblia úgy számol be a teremtésről, hogy Isten, amikor belépett az emberi történelembe, akkor a teremtés napjait elindította, és ezzel együtt az időt is megalkotta az ember számára. Kezdetben tehát azt mondja a Biblia, hogy a semmiből lett a valami, és ez a valami az Isten teremtő szava hatalma által egyszer csak valósággá vált. A teremtő szó, az isteni hatalom elindított egy olyan folyamatot, aminek aztán az ember is később a részesévé vált. A Biblia arról számol be, hogy az embernek az élettere lett először megteremtetve, a szárazföld, a növények, az állatok, majd utána Isten ebbe belehelyezte magát az embert, akit később megbízással, feladattal látott el. És az emberi létnek ebből a teremtésből fakadóan van egy meghatározott kezdete, ellentétben Istennek az életében. Istennek nem tudjuk a forrását, a származását, nem tudjuk, hogy mióta létezik, annyit tudunk róla, hogy örökké való. Nincs kezdete, nincs vége az ő létezésének, és ez emberek számára, számunkra teljesen felfoghatatlan dolog. Tehát az emberi létnek van egy meghatározott kezdet, amiről a Biblia úgy számol be, hogy kezdetben. Hogy ez pontosan mikor volt, ezt nehéz meghatározni, nagyjából ki lehet számolni, de számunkra ennek most különösebb jelentősége nincs. Annyi a jelentősége, hogy van kezdete az emberi életnek. Isten, ahogy említettem, ezzel szemben örökkévaló, és az embernek szabott idő fölött áll. Nagyon érdekes, hogyha megfigyeljük a teremtésnek a leírását, hogy Isten adott egy olyan ritmust, egy olyan természetes ritmust az embernek, ami gyakorlatilag az életünknek a java részét kitölti, meghatározza. Az első ilyen ritmus, amit látunk, ez a reggel és estének a ritmusa. A teremtéskor Isten azt mondta, hogy legyen valami, és utána a nap végén lett este, és utána lett reggel, az az első nap. És a Biblia úgy osztja fel a teremtést, hogy hét valóságos nap követte egymást, ez a mai 24 órás napoknak felel meg, és ezekben is van egyfajta váltakozás, van egy ritmus. Ott van a világosság, amit felvált a sötétség. Ott van a munka és a pihenésnek a ritmusa. És ott van a hatodik nap után a hetedik napi pihenés, a szombatnak a napja, ami már a teremtéskor megadatott. Többen megfigyelték azt, hogy a teremtés során Isten nem a nappal, a holddal és a csillagokkal kezdi a teremtést, ez csak a negyedik napon lesz megteremtve. Ami az indoklásban szerepel, hogyha megfigyeljük a Bibliában, hogy ezek az égitestek, a nap, hold, csillagok azért adattak, egyrészt, hogy a világosságot a sötétségtől különválasszák, másrészt az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek is a meghatározói legyenek. Tehát a napi ritmushoz képest ezek jóval nagyobb távlatok, jóval nagyobb időszakaszok, amik rendelkezésünkre állnak. A 12 hónapos felosztás, a holdciklusok már nagyon régóta ismert időfelosztása az emberiségnek. Aztán ezek után látjuk azt a Bibliában, hogy vannak ünnepek is, amelyek meghatározzák az embernek az idejét. Kezdetben, illetve részben ezek a természet ritmusát követték, a vetés és az aratás váltotta egymást, a betakarításnak vagy az újholdnak az ünnepét is nagyon sokan gyakorolták, nem csak Izraelben, hanem a környező népekben is. A pogány népek Izraellel szemben egyfajta természeti erőt tulajdonítottak ezeknek, és egyfajta imádatban részesítették a természetnek azoknak az erőit, hatásait, amit ők maguk nem tudtak irányítani, bár szerettek volna erre valamilyen formában hatással lenni. Izraelben új tartalmat nyernek ezek az ünnepek, amelyek
adott esetben máshol is megtalálhatóak. Például az első kéve bemutatása, vagy a pünkösdi aratási ünnep más népeknél is előfordult, de Izraelben ezek új vallásos tartalmat nyertek. Ha tovább megyünk, az ünnepeknek egy másik fajtája az Isten szabadító tetteire való emlékezés volt. A Páska ünnepe az egyiptomi szabadulás emlékeztetett, a hetek ünnepe, vagy pünkös más néven a törvényadásra utalt a Sínai hegynél, aztán ott volt a nagy engesztelési ünnep, ami a bűntől való szabadulásnak az alkalmát jelezte, aztán ott volt a sátoros ünnep, vagy egyéb történelmi események, mint a Purim Eszter történetéhez kapcsolódva, vagy a templom szentelésnek az ünnepe. És ott vannak olyan ünnepek is, amelyek részben a föld ritmusához kapcsolódnak, részben van benne egy erkölcsi üzenet, például, hogy a föld nyugodjon minden hetedik évben, ilyenkor ott kellett hagyni mindent a mezőn, és ezzel is pihentették, egyfajta nyugalmat adtak a földnek, amit egyébként meg használtak. Az elengedés ünnepe pedig minden 50. évben, a 7x7. Év utáni időszakban a szolgasságtól való szabadulást is jelentette Izrael népe számára. Tehát volt szó egyfajta teremtettségben fakadó időről, beszéltünk olyan ünnepekről, amelyek meghatározzák a mi életünket, de egy kicsit érdemes azt is átgondolni, hogy a történelem hogyan is halad előre, merre halad az emberiség történelme. Sokan úgy képzelik, hogy a föld történelmében igazából nincs semmi új dolog, mindig váltakoznak a jó és a rossz dolgok, a háború és a béke, a szerencsétlenségek vagy a jobb időszakok váltják egymást, és a Biblia ezzel szemben egy másik fajta utat mutat, nem a ciklikusan visszatérő, hanem inkább a beteljesülés felé haladó történelmet mutatja. Persze vannak ismétlődő elemek a történelemben, de mégis van egy előre haladás. Egyrészt a Prédikátor könyve 3. fejezete azt mondja, hogy ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt. És az Isten előkeríti azt, ami tova tűnt. Tehát itt van egyfajta gondolkodás, hogy ami volt, az újra lesz, és ezek ismétlődnek. Ugyanakkor ebben a fejezetben, az első versben azt mondja, hogy mindennek van egy megszabott ideje, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Tehát a Bibliának a történelem szemlélet egyrészt figyelembe veszi, hogy hogyan érzékeljük mi a valóságot. Benne van az, hogy mi úgy tapasztaljuk, mintha ismétlődnének a dolgok. Ugyanakkor a Biblia azt is mondja, hogy mindennek megszabott ideje van, tehát Isten úgy rendelt el eseményeket, változásokat, hogy abban az ő terve valósuljon meg. És ha megnézzük a Prédikátor könyve 3. fejezetét, akkor látunk különböző ellentét párokat. Azt mondja, hogy Istentől elrendelt ideje van a születésnek és a meghalásnak, az ültetésnek vagy a kitépésnek, az ölelésnek és a gyógyításnak, a rombolásnak és az építésnek, sírásnak, nevetésnek, gyásznak vagy táncnak. És hát ami most sokszor így viccesen is előfordult, hogy ideje van az ölelésnek és az öleléstől való tartózkodásnak. De ideje van a hallgatásnak, vagy a beszédnek, és sok-sok más dolognak. Miért jó ezeket nekünk tudni, vagy miért fontos ezeket figyelembe venni? Azért, mert az embernek az élet eseményeire utal, nem annyira a naptári évhez kötött eseményekhez, hanem olyan változásokhoz, amelyeket mindannyian megtapasztalunk, és ezek is Isten kezében vannak. És ha tovább megyünk, vannak az embereknek, népeknek, királyoknak, vagy országoknak is megszabott idejei, ami szintén Isten kezében van. Adventistaként nagyon sokszor hallunk és beszélünk a végidejéről. A címben úgy írtam fel, hogy ez két megközelítésben is alkalmazható. Egyrészt beszélhetünk a végidejéről, de a Bibliának a szemléletében ott van az is, hogy az időnek a végéről is lehet beszélni. Mi is a különbség a kettő között? Egyrészt látni kell azt, hogy a bűn megjelenése az az időre is hatással lett. A kezdetekből most már nem csak arra kell gondolni, hogy valaminek lesz folytatása, hanem lesz vége is, mert Isten úgy döntött, hogy véget vet a bűnnek és a bűn történetének. Tehát a Biblia egészét, hogyha nézzük, akkor azt látjuk, hogy van kezdet és vég az ember számára. És ebben a kezdet és vég közötti időszakban van egy kétirányú mozgás.
Van a gonoszságnak egy növekedése, amire jó példa az özönvíz története, hogy a gonoszság annyira kiterjedt és elhatalmasodott, hogy Isten végül úgy döntött, hogy megsemmisíti a földet, illetve megment egy családot és a bárkában lévő állatokat. Tehát a gonoszság kiteljesedése oda vezetett, hogy Isten ítéletet tartott, ugyanakkor az igazak számára, az ártatlanok számára megvolt egy lehetőség arra is, hogy új életet kezdjenek. Tehát két irányú az előre haladás, a gonoszság is elhatalmasodik, illetve az igazak szenvedése, ahogy nő, Isten úgy készíti elő az ítéletet, ami egyben a szabadítás is. Az Ószövetség nagyon sokszor beszél az Úr napjáról, és ez mindig negatív, mindig egyfajta ítélettel párosuló hangnemben jelenik meg. Az Úr napja az Isten jogos ítélete a bűnösök felett. Azt mondja például Ézsaiás könyve 34. fejezet 8. verse, mert az Úr bosszúállásának napja ez, a megtorlás esztendeje Sion perében. Vagy Sofóniás könyve 1. fejezet 7. verse. Csend legyen az én Uram az Úr előtt, mert közel van az Úr napja, amikor áldozati lakomát rendez az Úr, és megszenteli azokat, akiket meghívott. Tehát úgy mutatja a Biblia az Úr napját, mint a bosszúállás napja, a megtorlás napja, ez nyilván a gonoszokkal kapcsolatos. És azt mondja, hogy másik oldalról Isten megszenteli azokat, akiket elhívott, tehát ez egy két irányú dolog, az Úr napjában ott van az ítélet és a szabadítás is. De ha egy picit tovább megyünk az Új Szövetségbe, most csak a kiírt szakasz, a Péter második levele, 3. fejezet, 13. végét olvasom, hogy új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Tehát az Úr napja, az egy fordulópont minden ember számára. Az igazak számára is, a gonoszok számára is, és azért várjuk ezt, mert új eget és új földet várunk, amiben csak az igazság fog uralkodni. Sokszor felvetődik az a kérdés is, hogy közel vagy távol van ez a bizonyos Úr napja. Minden időben, amikor az emberek gondolkodtak az Úr napjával kapcsolatban, úgy érezték, hogy ez nagyon távol van. Azt gondolták, hogy az Úr napja egy olyan esemény, amit lehet, hogy ők meg sem fognak látni, meg sem fognak tapasztalni, és sokan úgy haltak meg, hogy nem láthatták meg Jézusnak az eljövetelét, nem tapasztalhatták meg a második adventet. Az esemény megítélését azért nehéz sokszor megérteni, mert a közel vagy távol csak úgy nyerne értelmet, hogyha lenne konkrét időpont. De mivel a második advent időpontja egyszerűen Isten titka, ezért valójában nem beszélhetünk késedelemről. Tehát ha nincs időpont, a késedelem az mindig egy szubjektív dolog. Ha már nagyon várunk valamit, akkor nyilván bennünk van az, hogy szeretnénk minél hamarabb megtapasztalni ennek a valaminek a megjelenését, vagy valakinek az elérkezését, de mivel nincs időpont, ez mindig a várakozásnak az izgalmát és a sürgető voltát jelzi. Az utolsó ismert profécia időszak 1844-ben történt. Azóta a Biblia nem beszél semmilyen olyan dátumhoz köthető eseményről, ami még be kell, hogy teljesedjen. Vannak események, vannak távlatok, amik még előttünk állnak, de ezekhez a Biblia nem ad olyan időhöz köthető segítséget, ami nekünk azt mondaná, hogy most már ez késik, vagy túl hamar jött el Jézus. A Biblia inkább azt mondja, hogy az utolsó idők valójában kilettek tolva, meg lett hosszabbítva, nem azért, mert Isten meggondolta volna magát, hanem mert az utolsó időkben szeretné azt látni, hogy minél több ember megtérésre jusson. A Zsidók azért levél 10. fejezete azt mondja a 35-37. versében. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Ha az utolsó szakasznak csak azt a részét olvassuk el, hogy egy igen-igen kevés idő, és aki eljön, akkor mondhatjuk azt, hogy már ezt nagyon régen leírta a Biblia. A Zsidókhoz írt levél már szinte 2000 éve ugyanezt üzeni,
De hogyha másik felét nézzük, akkor ott van, hogy el fog jönni, és nem késik. Mind a két állítás igaz. És bármikor értek az emberek, és olvasták ezt az igét, akkor az életükben ez a közel vagy távol így jelent meg. Nagyon várták Jézust, hogy visszatérjen, ugyanakkor a Biblia azt mondja, hogy nem késik az ő eljövetele. Vagy ott van a Péter második level, a harmadik fejezet, 9. vers, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Tehát a késedelem valójában egy kegyelmi idő ilyen szempontból, hogy minél több ember megtérésre juthasson. A Biblia arról is beszél, hogy lehetőségünk lesz belépni Isten örökké való idejébe. Most, amíg Jézus vissza nem tér, addig a kezdet és a vég között vagyunk. Ezen mi nem tudunk változtatni. De Jézus eljövetele igazából már megelőlegezte Isten országát. Azt mondta, hogy Isten országa már elérkezett, ti közöttetek van, és ebben az is benne van, hogy Isten ideje, Isten örökkévaló ideje már valamilyen formában, lelkiképpen elérhető számunkra. Ezért mondja Jézus azt, hogy aki hisz ő benne, hogyha meghal is él. Mert ilyen értelemben már a halál sem jelent akadályt a hívő ember számára, mert belépett hitben Isten országába. Megint csak a zsidókhoz írt levélhez hadd térjek vissza, a 4. fejezet 1. versét, majd a 6., 7. versét olvasom. Ebben a szakaszban a régi szombat és az új szombatnak a kérdését vizsgálja a Biblia. Hogy a régi szombatok adtak valamiféle reménységet és ízelítőt arra nézve, hogy mi vár majd ránk Isten országában. De azt mondja, hogy ezek a szombatok, ezek az ünnepek még nem a teljességről szólnak, hanem ezek csak előképei annak, ami valójában ránk vár. Azt mondja tehát az ige, mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Tehát az igazi nyugalom, az Isten nyugalmába való bemenetel még ezután vár Isten népére. És azt mondja tovább a 6., 7. vers. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki. Dávid által hosszú idő múlva így szól, ahogyan előbb is mondtuk, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. A Biblia azt mondja, hogy abban a várakozási időben, amiben most is vagyunk, Isten ad nekünk egy újabb támpontot, egy időpontot, és ezt pedig úgy nevezi, hogy ez a ma ideje. Egy napot, a megtérésnek az idejét a mához, a jelen pillanathoz köti. És azt mondja, hogy ha ma az ő szavát halljuk, akkor ne keményítsük meg a szívünket. És ilyen értelemben az, hogy még nem jött el Krisztus, az valóban a kegyelemnek a lehetősége. És érdekes egy gondolat, amit itt leírtam, hogy valójában a földi életünknek a mennyei vetülete az a szombattal van összekapcsolva. A földi szombatünneplésünk és a bibliai szombatünneplés, ahogyan láthattuk a Bibliában, egyfajta összekötő kapcsot jelent az örök időkbe való bemenetellel. A szombat emlékeztet bennünket arra, hogy honnan jöttünk, tehát a múltunkra, a kezdetre, az embernek szabott időnek a kezdetére, de a szombat mindig előrevetít valamit, előremutat arra az időre, amikor majd Isten országában lehetünk, ahol már az időnek egy teljesen más értelme lesz. Figyeljük meg az Új Jeruzsálemről szóló leírást a Jelenések könyve 21. fejezetében. Azt mondja itt a Biblia, hogy nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úristen és a bárány annak a temploma. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. Tehát az új Jeruzsálem, az újjá teremtett világ, amiben
már egy másfajta idő létezik, bemutatja azt, hogy mi lesz azután, hogyha túl vagyunk a végen, túl vagyunk az Úr napján, túl vagyunk az idők végén, vagy az időnek a végén. Az egyik dolog, amit János nem lát, az a templom. A templom az Izrael idejében és később az Új Szövetségben is az Istennel való találkozásnak a helye volt. A templomba azért mentek az emberek, mert az örökkévaló Istennel akartak találkozni, időt tölteni vele egy meghatározott hétköznapi vagy szombati alkalommal. De a templom azzal, hogy eltűnik erről az Új Jeruzsálemről, azt mutatja, hogy a templomnak a lényege maradott. Maga az Isten, aki miatt az emberek a templomba mentek. Tehát mivel nem lesz szükség templomra, nem lesz templom, hanem maga Isten lesz jelen, ezért a régi ünnepeknek sincs már valóban jelentősége, mert a vallásos ünnepek egy része ahhoz kötődött, hogy el kellett menni Jeruzsálembe, a templomba, és ott imádni az Istent. Tehát a földi idő, az embernek szabott idő az Új Jeruzsálemben egy új értelmet nyer. És a másik dolog, amit itt látunk, hogy az Új Jeruzsálemben nem lesz nap, hold azért, hogy világítson az embernek. Ugye általában azt halljuk ezzel az igével kapcsolatban, hogy azért nincs szükség napra és holdra, hogy világítson, mert magának Istennek a dicsősége ragyogja be az egész mindenséget. És ha megfigyeljük, a teremtéskor is a világosság már hamarabb létezett, mint hogy Isten megteremtette volna a napot, holdat vagy a csillagokat. Tehát egyrészt nyilván Isten jelenléte épp elegendő ahhoz, hogy az ember a világosságban részesüljön. De itt többről is szó van. Arról is beszél ez a szakasz, hogy nem lesz már szükség azokra az időt meghatározó égi testekre, amelyek most meghatározzák és beosztják a mi mindennapjainkat, mert beléptünk Isten örökké való idejébe. Tehát az Új Jeruzsálemben a most még számunkra meghatározó dolgok új értelmet nyernek, és részben eltűnnek, mert Isten örökké valóságába kapunk jutalmat és belépést, és ezért a vég után, az új kezdetben már csak a kezdetről lehet beszélni. Az utolsó idők, tehát a Biblia szerint az ítélet ideje, ugyanakkor ez a kegyelem, a türelem, a megtérésre hívás ideje, de a Biblia arról is beszél, hogy ez a szolgálat, az evangélium hirdetésének a lehetősége. Egy kettős irányú mozgást is látunk, amikor a nagy küzdelem kibontakozik, Sátán mindent bevet az utolsó időben, hogy még magához ragadjon embereket, ugyanakkor Istennek az eszközei, az emberei, a küldötte is mindent megtesznek, hogy megtérésre hívják a világot. És a Biblia azt mondja, hogy virasszunk, legyünk józanok, mert ez Isten hosszú tűrésének, Isten kegyelmének az ideje, ahol nekünk is szükség van erre a kitartásra, hogy amíg el nem jön ez az új kezdet, addig jól tudjuk élni a nekünk szabott időt. A Biblia tehát arra figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzunk a jelen való időben. Vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Így ennek az évnek az utolsó napján, utolsó óráiban én is erre hívok mindenkit, amit az Efézusi levélben Pál apostol megfogalmaz, hogy jól vigyázzunk, hogy hogyan élünk. Nem tudjuk, mit hoz számunkra a 2021-es év. Azt sem tudtuk, hogy a 2020-as év mit hoz számunkra, mert olyan váratlan események, olyan változások jöttek be az életünkbe, amire senki nem gondolt még az év elején. De most, hogyha megnézzük a Bibliának az idő szemléletét, akkor nekünk nem annyira a naptári évet kell figyelni, hanem azt, hogy hol tartunk most az Isten időrendjében. Hogy lássuk meg az Istentől kapott alkalmakat. Vegyük észre, hogy mikor van ideje azoknak az eseményeknek és cselekedeteknek, amiket Isten kirendelt és előkészített számunkra. És ideje van bizony a beszédnek és a hallgatásnak, ideje van az ölelésnek, vagy az öleléstől való áltámozásnak. Sok mindennek meghatározott ideje van, és én azért imádkozom, hogy Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy meg tudjuk látni, hogy mikor, minek van itt az ideje.
És fel tudjuk ismerni majd az ő meglátogatásának az idejét, hogy amikor majd belépünk az ő örökkévaló országába és az örökkévaló idejébe, akkor ott lehessünk a megváltottak között, akinek a vég egy új kezdetet jelent. Mielőtt hamarosan átlépünk majd a naptári év szerint egy új esztendőbe, én arra hívok mindenkit, hogy imában forduljunk most Istenhez. Kegyelmes Istenünk, mennyi atyánk, köszönjük neked ennek az évnek minden lehetőségét és minden ajándékát. Köszönjük, hogy a nekünk szabott időben te újra és újra elrendelsz olyan alkalmakat, amikor találkozhatunk veled. Hogy minden napnak megvan a maga ritmusa. Minden évnek, minden hónapnak és minden időszaknak vannak olyan eseményei, amikor te magadhoz hívsz bennünket. És most is talán ebben a néhány órában, ami még ebből az évből hátra van, te szeretnél bennünket magadhoz hívni, hogy meglássuk, hogy hol van a mi helyünk a te tervedben. Urunk, hogy előre tekintünk az időknek a végére, attól, hogy ezt reménységgel tudjuk tenni. Hogy azt lássuk, hogy eljön a te szabadításod, eljön a te örök országod, ahol nem lesz gyász, nem lesz veszteség, nem lesz semmilyen kiszámíthatatlan helyzet, mert minden a te terved, a te akaratod szerint alakul, és mindenben megtalálhatjuk majd a te jóságodat, a te irgalmadat. Kérlek, Urunk, adj nekünk józanságot, hogy bölcsen tudjunk élni ebben az időben, amit te még kirendeltél számunkra. Jézus nevében kértünk. Amen. Ahogy az imában is megfogalmaztam, én azt a bölcsességet kívánom mindenkinek a következő esztendőre, hogy lássuk meg azt, hogy minek van itt az ideje. Lássuk meg a munkának az idejét, a pihenésnek az idejét, az Istennel való találkozásnak a lehetőségeit, és amikor megjelenik majd Jézus az ég felhőjén, akkor örömmel kiálthassunk, hogy igen, itt van a mi Istenünk, akit mi vártunk. Egy áldott, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek.